Először júniusban számoltunk be arról, hogy fenntartóváltás lesz a Táltos iskolában. Később kiderült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott Wesley János általános iskola szeretne egy másik tagintézményben is oktatni létszámbővítés miatt. Minimum 50 fővel szerették volna megnyitni az új intézményrészt, a tanév 58 tanulóval sikeresen elindult. Ebben a tehetséggondozó iskola részben 7 iskolai osztállyal, mert 7. évfolyamunk nincsen, de a többi évfolyamból mindegyikből egy-egy osztályt tudtunk indítani. Indultunk, illetve az óvodai csoportunk, ami egy csoportként indul, de már a jövő héttől ketté tudjuk őket szedni, mert akkora az érdeklődés. Add el! Hú, de gyorsak voltatok! Kis létszámú osztályokban jobban folyik a munka, ez az itt dolgozó tanároknak is köszönhető. Bár évvégén megvált pedagógusaitól a Táltos, akik így a nyáron fizetés nélkül maradtak, de a Wesley augusztus végétől ismét állományba vette a kollégákat, egy tanítónőt pedig az anyaintézményből hívtak át. Megtörtént a felvételük augusztus 21-től fenntartói engedéllyel, tehát már az előkészítő munkákban részt tudtak venni, berendezték a tantermeiket, és elindult a tanítás. Egyetlen olyan pedagógus nem kellett nekünk elküldenünk, illetve nem felvennünk, aki nem szeretett volna idejönni dolgozni tovább a saját tavalyi gyerekeivel, úgyhogy mindenkit fel tudtunk venni. Az új fenntartó a régi szellemiséggel dolgozik. A korábbi ígéretekhez híven megmaradt a Táltos művészeti oktatása, de a Wesley saját profiljával oktat, különös figyelmet fordítva a tanulási nehézségekkel küzdőkre, mindezt díjmentesen. A szülők jól fogadták a döntést, mostantól olyan új gyerekek is idejárnak, akik korábban egyik intézményhez sem tartoztak.